Ez itt a Future Talks Podcast, Krizsó Szilvia vagyok, és hát a mai adásunkban is a jövőről fogunk beszélni, mégpedig egyfelől szépészeti szempontból, hiszen nyilván az mindenkit érdekel, hogy hogyan lehet a jövőben is szépnek maradni, vagy szebbnek lenni, mint a jelenben. Másfelől magánéleti kérdésekről is lesz szó, hiszen Szakonyi Eszter a vendégem, a Vintage Beauty kozmetikai brand tulajdonosa. Szia, Eszter! Szia! És az esetben azért szeretnék kezdeni a magánéleti vonatkozású kérdésekkel, mert hogy nekem nagyon tetszett, hogy ti egyszer csak úgy döntöttetek, hogy itt hagytok csapott papot és elmentek Hollandiába. Az a bátorság, az inspirálóan hatott, hogy hiába van 4 gyerek, de nekünk vannak vágyaink, és ezt valahol máshol fogjuk tudni megélni, belevágunk. Most viszont jöttök vissza, és szeretnék egy kicsit beszélni erről az egész folyamatról. Egyrészt arról, hogy tényleg bátornak kellett-e lenni, hátrahagyni mindent, nagyjából mindent, és persze ingáztál és dolgoztál, de mégiscsak kint éltél, és üzletet hoztál létre, és bátornak kell lenni ahhoz, hogy visszagyertek. Hát nagyobb bátorság, először is köszi, hogy itt lehetek. Másodszor elmenni nehezebb volt, azt gondolom, az ismeretlenbe. Rengeteg ideával felvértezve indul el az ember, ez segít. De hát azért ott vannak a félelmek, meg a kétségek mégiscsak, és hát a szembesülés mindazzal nap-nap után, percről percre, hogy egy idegen világba cseppentünk, aminek se színe, se szaga nem ismerős, bár vonzó és bájos, és nagyon perspektívikus, de nem a miénk. És ez az érzés, ez nagyon, nagyon feszítő egy idő után. Most nem mondanám, hogy érzelmi okok miatt jövünk vissza, mert nem. A cégnek szüksége van ránk, illetve most már 2 szalont viszünk, egyet ugye Rotterdamban, egyet pedig Budapesten. Én ingáztam, ahogyan mondtad, de most nagyobb szüksége van rám ennek az 5. gyereknek, ugye a 4 élő mellett az 5. nekem ez a szalon, és illetve hát a labor, ahol a fejlesztések történnek, és kénytelen vagyok, nem tehetem meg, hogy elengedem egészen legalább és ennyire a kezét, mint amennyire az elmúlt 1,5-2 évben elengedtem, nem tehetem meg. Most itt van dolgunk, és aztán lehet, hogy később megint újra ott lesz dolgunk. Ez a fajta plaszticitás, vagy rugalmasság, amit ez a világ egyre inkább követel, és a gyerekek, amit megkaptak az elmúlt 2 évben, erre most szükségünk van, ki is aknázzuk, ki is használjuk, élünk vele, és már nem fáj, ahogyan kint beszéltük, nem fáj zsákból öltözni, nem fáj egyik nap itt, másik nap ott aludni. Ha tudom, hogy valami cél irányába tartunk, és ez egy értelmes cél, akkor azt én boldogan vállalom. Most az a cél, hogy néhány évig itt álljunk helyt, és vihessük tovább a dolgunkat, a dolgainkat, és aztán talán újra visszamegyünk. Mi az, amit megtanultál magadról, magatokról, mint család, vagy a gyerekek működéséről abban a 1,5-2 évben, ahol azért mégiscsak Hollandia volt az alapszékhely? Igen, rengeteget, minden nap egy tanulság volt. Az én gyerekeim nem kevesebbek, rájöttem, mint bárki másé. Ugye az emberben egyrészt van egy elfogultság, másrészt egy szkepticizmus a saját gyerekeit illetően. Ez egyik, hogy ugye, hogy a te gyereked a legjobb a világon, a másik a tiéd a leghülyébb biztosan, és mindenkinek okosabb és jobb a gyereke. Rájöttem, hogy az enyém pont olyan jók, mint a többi ember gyereke, és hogy fantasztikus lehetőségek rejlenek bennük, hogyha megfelelő közegbe kerülnek, akkor szárba szökken mindez, hogyha kapnak szabad levegőt, felelősséget és bizalmat tőlünk, a tekintetben, hogy ők bármit meg tudnak ugrani, és a bármi alatt nyilván keretek között értjük a feladatokat, akkor ők ezt meg tudják ugrani. Nyelveket tanultak, önállóságot tanultak, egymást is tápolni, vagy egymásra odafigyelni. Ez egy nagyon erős kohéziós erő volt, ez az egymásra utaltság az elmúlt 2 évben, és nagyon sokat jelentett mindannyiunk számára. Először is kaptak egy anyukát, ugye én az elmúlt 13 évben, hát sok minden voltam, anyuka a legkevésbé, az üzletet vagy föl kellett építeni, nem vagyok rá büszke, de ez volt, sokkal jobban is lehetett volna csinálni, ezt majd egyszer úgyis megkapom tőlük. Tehát megkapták anyát, megkapták apát, megkapták a családot, ezt kell most megőriznünk. Tehát, hogyha visszajövünk, akkor ne szippancson be újra a munka. Ezt újra kell konstruálni, és mindazt, amit ott megtanultunk, okos, jó dolgokat, haza kell hozni. Mik ezek, ugye kérdezted? Alapvetően az észszerűen és mértéktartóan való élés a mindennapokban, a természetre való odafigyelés, a hosszú távú fenntarthatóságnak az alapszabályait megtartani, hogy azok nem úri huncutságok, meg nem a hatóságok által megkövetelt furcsa tézisek,
kötelezettségek, vagy szabályok, hanem hogy az mindannyiunk életét meg jövőjét szolgálja. Az egész holland társadalom berendezkedése arra épül, hogy legyen jövő, és hogy a gyerekek a jövő generációi jobbak legyenek, nekik jobb legyen. Nem könnyebb, csak nekik jobb legyen. És minden ezt szolgálja. Az oktatás, az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, hogy hogyan szólunk egymáshoz, hogy milyen derűvel élünk. Nem hibátlan a rendszer, de az a fajta szemlélet, az a mérőjövő emberség, ami nem nyugat-európai, nem mondhatom, hogy micsoda, egyszerűen egy kiszámítható rendszernek az eredménye. Tehát itt nincs másról szó, csak egy kiszámítható szabály rendszer szerint élő társadalmat látunk, ami nyugalmat ad az embereknek, mert pontosan lehet tudni, hogy mi lesz holnap, mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva tudsz tervezni. És van, sok minden van, ami nagyon vonzó volt, az az alapfeltételezés mindenki részéről, hogy a másik nem akar rosszat. Ha rácáfolsz, egyszer kell csak, hogy rácáfolj, véged van, de úgy közelítünk egymás felé, hogy a másik nem akarhat rosszat. Ez már az utcán, amikor találkozunk, akkor megnyilvánul, mosolygunk. Komolyan gondoljuk, nem, ismerjük egymást, nem, teljesen mindegy, mosolygunk, van egy pozitív hangulata az egymásra nézésnek. Már ez egy olyan pici apróság, ami nem kerül pénzbe. Aztán iskola, megint nem pénzkérdés, millió és egy példa arra, hogy hogyan lehet involválni az egyes generációkat az oktatásba, a nagyszülőktől a szülőkig, mindenkit. Hogyan lehet egy közösséget megalkotni a szülőkön keresztül. Nagyon nagy felismerés volt az is, hogy sok minden szembe jött, amiért itthon hőbörgünk, konkrétan hőbörgünk. Ott annyira a szabályok része megmagyarázott dolog, hogy eszünkbe sem jut kifogásolni. Egy példa, minden évben új az osztályfőnök. Itthon biztos, hogy ebből egy iskolában gond lenne, hogyha a Marika néni miatt jöttünk az iskolába, ott ez teljesen természetes, pontosan amiatt, hogy a gyerek alkalmazkodjon a különböző karakterekhez. Tehát, hogy ez is érdekes felismerés volt, hogy amit itt nem fogadunk el, azt ott könnyedén elfogadjuk, mert meg van magyarázva, és egy szabályszerűségbe van beékelve, és nem csak úgy oda van vetve, és az ember akkor ösztönösen azt gondolja, hogy most megint velem ki akarnak szúrni, és azért kell nekem ezt vagy azt csinálnom. Úgyhogy amikor hazajövök, és találkozom hasonló jelekkel, vagy hasonló ügyekkel, akkor most megint csitítok mindenkit, hogy figyelj, van abban a ráció, csak nem biztos, hogy te tudsz róla, és az egészet, a nagy egészet látod, hogy abban a pici pont te hol vagy, és neked miért az a dolgod, ami. Tehát elfogadást tanultunk, tehát visszatérve a kérdésed, hogy mit tanultunk, például elfogadást, például a toleranciát, türelmet, derűt, nem tudom meddig tart, nagy kérdés. Amikor hazajöttünk korábban kisebb szakaszokra, akkor tudom, hogy 2 hétig tartott. Ez az energia utána fogyatkozott. Most éppen hát igen, 2 hétig tartunk. Ebből a szempontból nyilván azért az egy fontos, hogy milyen közeg vesz körül. Tehát nyilván rád telepszik az, amiben vagy. Igen. Hát ugye a szalomban, ahol dolgozom, azért derű van, és most ez egyfajta oázis, tehát mondjuk nekem könnyű, de amikor kimegyek az utcára, akkor ámulok és bámulok. De ott is próbálok egyfajta derűt, meg elfogadást sugallni is, meg közvetíteni, akivel kontaktusba keveredem. Tényleg nem tudom, meddig tart ez a tanulság, de nagyon mélyre ment, az biztos. És megtanulni, szeretni azt, amink volt, meg amilyen miénk, amilyen olyan, az megint csak egy nagy élmény ennek a 2 évnek, hogy bármilyen is, amiénk, szoktam ezzel a bolond példával jönni talán, mert mondtam neked is, hogyha Naomi Campbellt oda teszik elét, hogy mától ő az anyukád, ugye örülsz, akkor hát úgy vagy, hogy hát figyelj, hát hosszú a lába, hát gyönyörű, hát végül is, hát igen, de csak belegondolsz, hogy hát ez mégis valahogy hát nem az enyém, hát én nem vele szocializálottam, nincs közös történetünk, zsigerileg nem ismerős az illata, mit tudom én. Vonzó, nagyon vonzó lehetőség, de köszönöm, nem kérem. És bennem volt egy ilyen Hollandiával kapcsolatos, és egyre inkább szerettem, ami itthon van. A kátyus utakat is, meg az LK-n picsorodott arcokat is, meg úgy az egészet, ahogy van, és elfogadtam, azt hiszem, hogy mi ezt a történelmi periódust kaptuk, és ebből kell valamit kihozni. És nem biztos, hogy az egészre tudunk hatni, de a kis mikroklímánkra, meg környezetünkre igen, és azt meg kell tenni, és akkor lehet, hogy mi magunk is jobban működünk benne, meg jobban érezzük magunkat, mint hogyha ebbe az ideális nagy egészbe belehelyeznek. Mert tényleg nagyon szép, hogy nézed a kirakatot, olyan jó lenne bemenni a boltba, még akkor is, ha kicsit szegényesebb. Ha már kirakat, és ha már előbb szoba hoztad a szalon, az üzletet, ahol megpróbálsz egy mini oázist teremteni azoknak, akik betérnek, meg hát nyilván magadnak is, mert te is jól akarod magadat érezni.
Mi a különbség Hollandiában egy szépségszalont üzemeltetni és Magyarországon? Hát egészen más. Először is az adóra vonatkozó szabályok sokkal megengedőbbek volt. Nem feltételezik, hogy lopni akarsz, csalni akarsz. Ennél fogva a kasszebók az egy kockás füzet. Tehát abba írogattad, hogy Mancika fizetett, Jucika fizetett. Nem. Tehát nincs az a szigorú számadású nyomtatvány halmaz, amit itt ki kell tölteni, hogy valaki fizet. Nincs online bekötöttség az adói hivatalhoz. Mindenki feltételezi, hogy te bevallod, amit kerestél, és le fogod adózni. Tehát ez egy teljesen más szemlélet, ilyen szempontból van. Másrészt az ügyfelek elvárásai, alapvetően ez a kozmetikai kultúra, ami nálunk van, ott nincs. Ott a műszempilla és a gipi kezelések és a fogyasztás nagyon megy, a bőr ápolása, kezelése nem. Nincs hagyománya, nincs kultusza, nincs is rá igény. Manikűröshöz is járnak, fodrászhoz is járnak, de kozmetika, mint olyan, nincsen, hogy csak nem megy ki egy magyar, és meg nem mutatja, hogy is néz ez ki. Tehát meg kellett tanítani nekik, hogy lehetnek ők szebbek, meg jobbak, és foglalkozni kell és érdemes a bőrrel, és nem feltétlenül kell rögtön bőrterapeutához vagy orvoshoz szaladni különböző gondokkal. Tehát én mást vittem oda, mint ők, amit tőlem elvártak, ők aludni jönnek a szalomba, mindig el is mondják, hogy én most szeretnék 2 órát aludni, azt csinálsz, amit akarsz. És akkor meglepődve látják, hogy másképp kelnek föl az ágyból, mint ahogyan lefeküdtek oda, és ez egy új élmény, ami által a legnagyobb bizalommal megajándékoznak, hogy újra bejelentkeznek 3 hónap múlva. Ami ugye hát nagy előrelépés ahhoz képest, hogy soha életükben nem voltak addig, de az itthoni szokás rendszerhez képest, hogy ugye havonta járnak átlagosan a vendégek kozmetikushoz, ez egy új gazdálkodási kényszert jelent, mert hogy 3 havonta megismételni ezt a bevételt, ez egy egész más dolog, mint hogyha havonta jelentkezik. Tehát nekünk az egész gazdálkodásunkat kellett ennek megfeleltetni ott kint Hollandiában, és hát a vendégek számosságát akkor ennek megfelelően kell beállítani. Tehát ez ilyen szempontból is egy nagy másság. De ezt például hogy tudtad csinálni, hiszen kicseppentetek, igazából nem ismertetek senkit, nem volt előzményetek, nyilván az edukálás az úgy tud megtörténni, hogyha végre valaki bejön, akkor azt elkezded edukálni, aztán bízol benne, hogy ő majd elmondja a környezetében, vagy nagy Isten megkérdezik, hogy hát hogy tudsz ennyire jól kinézni. De hogy tudtátok azt megcsinálni, hogy viszonylag rövid időn belül kialakítsatok egy ügyfélkört egy vadidegen környezetben? Nagyon nehéz, kerestük a támpontokat. Azt tudtuk, hogy nem szeretnek, hát bocsánat, most ezt hollandok nézik, nem szeretnek nagyon pénzt kiadni a hollandok. Tehát, ha ingyen osztogatunk mintákat, kezeléseket adunk, nagyon nagy kedvezménnyel, ott a kedvezmény azt jelenti, hogy 50 és a fölötti korting árengedmény. Tehát ezzel próbáltunk betörni, illetve érdekes, hogy ott például a szórólapozás és a különböző kedvezményekre jogosító rendszerekben való részvétel nem ciki. Magyarországon tudjuk, hogyha valaki elkezd kuponozni, akkor az már a végét járja, tehát ilyet nem csinálunk, mert a konkurenciának nem akarunk örömet okozni. De Hollandiában ez pont ellentétesen van, az a kellemetlen, ha valaki a bruttó árat kifizeti. Nem illik. Mert hogy ez is a pazarlás része, hogyha megteheted olcsóbban, akkor miért nem teszed meg olcsóbban, akkor miért adsz ki te sok pénzt, és emiatt van az, hogyha 5-en ülnek az asztalnál, akkor 5 szelet hús van, stb. Tehát tudjuk, nagyon kiszámítottan élnek, és az az észszerű, és az a hosszú távon fenntartható, hogyha kedvezményekkel élnek. Na hát ezt a jóságot akkor meg kell nekik adni, ezt az élményt, és ezzel próbálkoztunk. Szerencsére az ügyfelkör fele magyar, tehát ők egészen másképp működnek magyar rendszer szerint, nekik nem kell magyarázni, hogy havonta jöjj, és fizess ki az egész árat, mert nekünk se ingyen van, de a hollandoknak bizony igen. Úgyhogy először mintákkal próbálkoztunk, illetve kedvezménnyel, és most a Dutch Beauty Awards-on elindultunk, mert azt is észrevettük, hogy hiába van 35 ilyen-olyan termékdíjunk, ilyen-olyan, azt értem, hogy nemzetközi és magyar, megyesen, nem nagyon érdekli őket, és ennek azért, mit tudom, 70%-a Londonból érkezett a valamilyen versenyekről, sokféle, nem érdekli őket. Az érdekli őket, ami holland. Abban hisznek, és egymás közt szólva tényleg ilyen szigorú versenyen még nem vettünk részt. Május 15-én lesz az eredményhirdetés, és akkor meglátjuk, hogy volt-e értelme, és az mit hozott, vagy nem hozott.
de meg kell próbálni, mert látjuk, hogy egyszerűen semmi nem valid számukra, ami nem holland. Mi magunk sem vagyunk validak, mert nem vagyunk hollandok. Ez a másik észrevétel, hogyha van a szomszédban egy drágább és rosszabb minőségű, ám holland üzlet, hasonló profillal, oda fognak bemenni. És ez nem is nacionalizmus, hanem egyfajta piacvédelem. Tehát először az ember ugye azt gondolja, hogy persze, mert magyar vagyok. Aztán azt gondolja, hogy persze, mert hát Budapestről jöttem, és akkor arról is, és milyen hírek, és nem tudom. Nem. Bármilyenek lennénk, hogy nem vagyunk hollandok, ez mindent meghatároz. Ha 5-10 évig ott látnák az üzletet, akkor már talán nagyobb bátorsággal jönnének be, mert akkor már kicsit hollandabbak vagyunk, és kibírtuk azt az első 5-10 évet. Tehát az már egy bizalmi alap, hogy jó, akkor benézek egy valamire, de alapvetően így működnek a hollandok, hogy ami holland az a kedvesebb, akkor is egyébként vacakabb és drágább. Akár. Hogy látod, szerinted ki fogjátok? Én azért sajnálom, hogy a felvételünk az most hamarabb van, és később kerül adásba, úgyhogy nem fogjuk tudni azt megtudni, hogy megkaptátok-e, elnyertétek-e a díjat, de mondjuk tegyük fel, tételezzük fel, hogy igen, elnyertétek, de azt is feltételezhetjük, nem, mind a két szenárió kapcsán érdekel, hogy szerintetek, vagy szerinted 5-10-15 év múlva ott tudtok-e még lenni a holland piacon úgy, hogy egyébként most itt vagytok már Magyarországon? El tudom kezdeni, hogy kicsiben igen. Ilyen nagyban nem, azért, mert nem találtam megfelelő kollégát, kozmetikus kollégát, aki úgy tudná csinálni, ahogy én tudom csinálni. Nem azért, mert olyan magas fokon üzöm, hanem azért, mert egyszerűen én a tulajdonosa vagyok az egésznek, és az egy más attitűd, mint hogyha valaki alkalmazott. Ha a tulajdonossá tennénk valakit ebben az egész bizniszben, akkor lehet, hogy sikerülne, de ideig nem sikerült. Úgyhogy vagy kettévágom magam, és akkor többet tartózkodom itt, kevesebbet ott, de viszem tovább, vagy nem csináljuk tovább, még nem tudom. Ilyen nagy szabású szalont fenntartani, mint amit ott létrehoztunk, hosszú távon valószínűleg nélkülem nem tudunk, de kisebb léptékkel igen. Úgyhogy most keresek például kozmetikus partnereket Hollandiában, és kisebb boltokat, eladási lehetőségeket, vagy értékesítési helyeket, mert ők is tudnak forgalmat generálni, és tovább tudják vinni, amit elkezdtünk. És hát ki tudják használni, tehát ez számukra azért kedvező lehet, hogyha bármit is nyerünk ezen a versenyen. Ez azért izgalmas verseny, mert 9 termékkel indultunk, és egy treatmenttel, tehát egy kezeléssel ilyen még nem volt. Tehát semmilyen versenyen nem volt arra lehetőség, hogy azt meg tudjuk mutatni, hogy a két kezünkkel milyen kezeléseket tudunk elérni, vagy létrehozni. És ugye lézerszalonokkal és bőrterápiás, hogy hívják, bőrterapiszt szalonokkal kell versenyezünk, tehát nagyon alma a körtével, én nem is tudom, hogy fognak dönteni. De az, hogy valami személyre szabott, hogy ötvözi ezt a drogista szemléletet, a wellness szemlélettel, amit a magyar kozmetikai kultúra magában hordoz, ez azért mégiscsak kuriózum ott is. Úgyhogy ezért nem esélytelen, hogy valamit nyerjünk, de hát adja Isten, hogy így legyen. Hogy látod egyébként a szépségiparnak a jövőjét? Mert azért, amit te mondasz, ugye elmondtad, hogy Hollandiában igazából nem nagyon járnak, maximum 3 havonta egy-egy ilyen szalomba, egyébként elmennek bőrterapeutához, vagy éppen elmennek lézeres kezeléshez, vagy nem tudom, elmennek-e plasztikai sebészetet, ugye azért itt is van erre példa, szóval, hogy mennyire akarják az emberek, meg mennyire fogják tudni tartani azt, hogy akkor maradunk itt, vagy pedig az lesz a jövő tendenciája, hogy igen, majd a gépek megoldják, majd a nem tudom, micsodák megoldják. Egyre magasabbak az elvárások, azt tudjuk. Ugye, mit tudom én, 2000 évvel ezelőtt 40 évesen az emberek már meghaltak, most meg ugye az a cél, hogy nézzünk ki 20 évesnek. Tehát az elvárások egyre nőnek. Egyre nagyobb a szkepticizmus és a félelem a bevitt anyagokkal és eljárásokkal kapcsolatosan, és egyre több a rontott esetek száma is, azért erre is ügyelni kell. Illetve ugye én erről írtam könyvet is, vagy nem csak erről, hát persze ez is benne volt, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt az arctöltések már elindultak, de 30-40 év múlva derült ki, hogy milyen fekélyes esetekhez vezetnek. Megtörténhet most is, nem tudjuk, hogy a mai töltőanyagok mit eredményeznek évtizedek múlva, most a DNS-ről, meg a genetikai befolyásoltságról nem is beszélve. Tehát azért van néhány ingoványos terület ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy a mértékletesség és az észszerűség egyszerűen kiköveteli a magáét a következő évtizedekben, tehát ami hatásos és olcsó, és minél kisebb kockázattal elérhető, az lesz a jó.
Most ezek az eljárások úgy gondolom azok, amelyek a saját mechanizmusokat stimulálják. Tehát nem belevisznek valamit a bőrbe, nem igényelnek átszabást, átvarrást, kockázatot, hanem a saját funkciókat erősítik, és azokat stimulálják. És hogyha ilyen kivonatokra, vagy innovációkra szert tud tenni a vegyipar, akkor ezek lesznek a nyerők, minél kevesebb legyen, annál jobb. Nem gondolom, hogy a tizenvalahány lépéses letisztításos móka, hagyjuk, hogy melyik piacé, tudjuk, hogy ez hosszú távon tartható, olyan környezetszennyezéssel jár a létrehozatala, a becsomagolása, a segédanyagok és az eltovábbítása bármilyen piacra, hogy ez nem vihető szerintem tartósan. Tehát, hogyha 20-30 évet ugrunk az időben, nem az lesz a trendi, hogy tele vannak a polcaink különböző flakonokkal, hanem lesz egy-kettő nagyon intenzív, nagyon hatóanyagdús termék, ami képes arra, amit ma még csak a töltőanyagok képesek megugrani, meg a különböző szálazásos technikák. Én ebben hiszek, és azt látom, hogy biopiacon, meg natur kozmetikai piacon, ahol mi is vagyunk, elképesztő fejlődés volt az elmúlt 3-4 évben, tehát nem győzzük mi magunk sem az újabbnál újabb termékeket létrehozni ezekből a csodálatos kivonatokból. A kivonási eljárások miensége, módja változott meg. Tehát a növények, amelyeket alapul veszünk, azok gyakorlatilag ugyanazok kis különbséggel, de ahogyan kivonják belőlük a különböző hatóanyagokat, az változott meg, és ott egy hatalmas ugrás történt. Tehát a vegyiparnak most talán ez a leginnovatívabb és leggyorsabban fejlődő ága. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jövő. Kevés kozmetikum és magas hatóanyag. És jó a jövő? Ez most csak azért kérdezem, mert jó, nem tudom, 20 évvel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki vegyiparban tevékenykedett, és aki nekem akkor azt mondta, hogy hát tudod, ez úgy van, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon márkás kozmetikumok, ilyen márkanév alatt, meg olyan márkanév alatt, de egyébként mind ugyanabban a svájci laborban készül, csak a futószalag végén az egyikre ezt a márka nevet bígyeztik rá, a másikra meg azt, úgyhogy nem kell neked megvenni nem tudom micsodát, mert nagyjából pont ugyanazt tartalmazzák. Ez így volt. Mikor volt ez? 10 éve? 20 éve. Tehát, 20, hogy... Az így volt. Most már nem így van? Már nem így van. Már nem így van. Nagyon pici laborok nyíltak, hát csak a harmadik kerületben talán 80 labor van bejegyezve. Nem mindegyik működik, és nem mindegyik ezt csinálja, és nyilván nem is mindegyiket jegyzik, meg hát a harmadik kerület csak egy kerület, azon kívül még van egy Európa, ami körülveszi. De miután ezek a hatóanyagok egyre több kis cég számára is már elérhetőek. Régen azért az volt, ezért elindultak a fejlesztések. Régen az volt, hogy 25 kötőjel 100 kiló alatt nem lehetett hozzáférni a valódi jó hatóanyagokhoz. Alapvetően a laborok kialakítása sem volt olyan egyszerű, a technikai feltételek megteremtése, mára már ez is megváltozott. És a tudás. Hát ugye Magyarországon nincs kozmetikai vegyészképzés, ennél fogva mindenki lopja a másikét, meg a szakembereket, meg a szakemberek más vagy több helyre dolgoznak, meg hát megy az ügyeskedés, és akkor kifizet többet, meg ki tud jobb körülményeket biztosítani. Tehát ez a magyar játék. Az európai játék meg az, hogy egyszerűen vannak szakemberek, jól ellátott a csomagolóanyagpiac, az alapanyagpiac, tehát most hát tudnak, kicsiben is lehet nagyon jót, mi több, azt gondolom, hogy jaj, hát ez most elfogultság és hazabeszélek, de van az a mennyiség, ami fölött már a minőség nem koordinálható. És nálam fejben ez kb. 100 kiló per gyártás, a fölött már azt gondolom a minőség azon a szinten, hogy minden csepp hírt, tehát úgy felelni nem kontrollálható. Úgyhogy a kislaborokban látom én a jövőt, és az innovatív hozzáállásban, vagy az innovációk keresésében, és a szakértői hozzáállásban. Tehát az, hogy most megint lekopizzuk, amit a szomszéd, meg még a Mari néni, a nem tudom hol, semmi értem, ugye ez is volt egy szakasz a kozmetikai történetnek, a kultúrának, hogy felkapták az aloe verát, a csiganyálat, a kaviárt, az aranyat, a sejmet, és még emlékszünk néhányra, most a hialuronsavat volt néhány éve, Hollandia még ott tart, mi már előrébb járunk, most mi a peptideket szeretjük, meg a savakat, de most már az se igazán, mert a retinol, de most már az se igazán. Tehát, hogy mindig voltak húzó nevek, és akkor akkor épült mindenki, és valóban egymástól kopizták a receptúrákat, valamire való vegyész, ha egy incilistát megnézem, hogy a termékek hátulján van, 3 perc alatt összedobja a receptúrát, úgyhogy azért ebben nincs nagy sztori. Én azt gondolom, hogy a szakértői hozzá, tehát a professzionális gondolkodás, amihez kell, hogy láss bőrt,
És akkor most megint hazabeszélek, de hát ugye nálunk havonta 500 plusz-minusz 50 kezelés van a szalonban, csak Magyarországon, és akkor még valamennyi Rotterdamban. Tehát, hogy látni kell azt a bőrt, látni kell az igényeket, látni kell, ahogyan változnak a bőrök. Az is nagyon érdekes tendencia, hogy például Magyarországon a hormonális elváltozásokból eredő bőrproblémák köre az elmúlt 3-4 évben iszonyatosan megjelent. Hollandiában ez nincsen, és akkor most lehet gondolkodni, hogy jó, de mitől, hogy biztos a stressz. Hát jó, hát ez egy dolog a stressz, meg hogy mit teszel, mit iszol, mit szívsz be az orrodon, a bél rendszered mennyire épp, vagy mennyire sérült, antibiotikumot mennyit fogyasztasz, és hány éves korodtól, és a többi. Tehát az egész, ahogyan mi itt élünk a Kárpát-medencében, az nem szorgalmazza azt, hogy mi tartósan szépek legyünk, meg jól konzerváltak, kicsit sem. Nem mozgunk, stresszelünk, stb. Látható a végeredmény. Tehát, hogyha nyugat-európai 60-70 évesen nézel, meg a magyar, és akkor sorry, és bocs, tényleg mindenkitől, de a 60-70 évesre nézel, akkor bizony van az átlagot tekintve nagy-nagy-nagy különbség, és az egyik világ nem érti a másikat, hogy az hogy lehetett így. Nem a genetika kizárólag. A genetika az 30%, most már ez teljesen bizonyított dolog, a 70% ahogyan élünk. Most elkanyarodtunk. Erősen. Majd mindjárt vissza fogsz tudni, én tudom, hogy te vissza tudsz kanyarodni, de ez abból a szempontból, hogy ez egy érdekes felvetés, hogy akkor ezek szerint akár régió, vagy ország, vagy helyszín specifikusan is lehetnek készítményeket készíteni ahhoz, hogy azok az emberek, akik hozzád mennek kezelésre itt, vagy ott, azt ne ugyanazt kapják, mert hogy nekik más kell a bőrüknek. Ezt tökéletesen látod, teljesen más kell a holland bőrnek, más az időjárás, másképp élnek, más tartanak hibának, más a fontos, mint Magyarországon. Tehát ilyen szempontból is az, hogy a fejlesztéseiddel tudj reflektálni az adott régió fő bőr problémáira, az nagyban nem vihető. Most nem mondok neveket, tehát vannak világcégeket, hogy is tudnának? Hogy is lehetne azt, hogy akár országszinten tudjanak egy-egy piacra gyúrni? Árnyalatnyi különbségeket lehet tenni, de azért nem éri meg egy világcégnek egy Hollandiára, ami az egy kis piac, külön fejleszteni, nekünk megéri. Fejlesztettünk is, és nagyon sikeres lett. Ott rengeteg a rozáciás eset, a dermatitis, ugye nagyon vízhiányos a bőrük, nagyon erős az UV, lakosságarányosan a legtöbb a bőrrákos megbetegedések aránya. Tehát erre kell reflektálni, erre ott az ott élők keresik a választ. Magyarországon pedig a hormonális elváltozások döbörögnek, és annak a pigment foltokra való hatás, hogy az rendkívül látszik az arcon, meg az eltésztásodott kötődés, szövetében meggyengült bőr látványa, azért ez megint csak valamiféle reakciót igényel részünkről, tehát mi a fejlesztéseinkben itt erre gyúrunk, ott meg arra gyúrunk, de ez csak kicsiben vihető, nem éri meg egyébként, úgy gondolom. Tehát én ezért is azt gondolom, hogy nálunk a gazdálkodásnál meg kell húzni a határt, és ahol most tartunk nagyjából, az a mi terepünk, és nem akarunk se nagyobbak, se kisebbek lenni, pont ekkorák szeretnénk lenni. Ez azt jelenti körülbelül, hogy 20-25 fő egyébként, aki most a cégnél dolgozik. Milyen érdekes, hogy úgy fogalmazol, hogy nem akartok se nagyobbak, se kisebbek lenni, hanem pont az a jó, ahogy most vagytok. Mert alapvetően nem ez a tendencia, tehát mindenki mindig nagyobb akar lenni, minden évben nagyobb akar lenni, és ugye nagyon sokszor, amikor az ember arról beszél, hogy fenntarthatóság, és akkor most sorolhatnám azokat a kifejezéseket, amik bejöttek a köztudatba, az azért eléggé ellentmond annak, hogy minden évben nőjünk, mert egyszerűen valahol a növekedésnek határt kell szabni. Ez egy nagyon, nagyon faramúci dolog, mert csak lólépésben tudsz fejleszteni, és amikor egy beszerzést eszközölsz, mondjuk veszel egy gépet, akkor kénytelen vagy a gazdálkodást hozzáhozni, és minden ilyen lépés, de nem tudod mindig egymás mellett szépen lineárisan tartani a bevételt meg a kiadást, és szépen, ez a tankönyvekben biztos van egyébként, a valóság nem így néz ki, és saját magadat hozod olyan helyzetbe. Mondok egy példát, ha például egy kecsegtető bérgyártási felkérést elvállalunk, nekünk az embereket kell fölvennünk, és speciális gépeket beszereznünk, hogy azt meg tudjuk ugrani. Most kerültünk ilyen helyzetbe, picit most épp abban is vagyunk, és most emiatt össze is kell szednünk jobban a folyamatainkat, mert itt bizony hiátus keletkezhet a bevételekben, egyszerűen nem tudjuk kigazdálkodni azokat a költségeket, amelyek megkeletkeztek ami pecsvágyunk miatt, ugye, hogy nagyon magasra akartunk repülni, és leolvadnak a szárnyak. Tehát egy kor után meg azt gondolom, hogy egy tapasztalati szint után ez
ezeknek kell tudni határt szabni, nem nemet mondani, csak ismerni a korlátaidat, hogy mi az a létszám, aminek a HR folyamatait még tudod koordinálni, mi az a technológiai bonyolultság vagy szofisztikáltság, amit még ki tudsz elégíteni a te eszköztáraddal, és jelentősen nagyokat lépegetni, az mindig hazárdírozás. Különösen most ebben a gazdasági helyzetben, hogy 27% az infláció, micsoda, most már lehet, hogy még több, meg hogy hitelhez nem lehet, meg nem is nagyon akarsz, meg a munkabérek, meg a nem tudom. Tehát, hogy annyira kiszámíthatatlanná vált a gazdálkodás, hogy ezeket a lólépéses beruházásokat megcselekedni, ez mindig egy öngyilkosság, vagy félig öngyilkosság. Nagyon ott kell lenni a másik oldalon, hogy ez kijöjjön a végén, ez a matek. Úgyhogy most szerintem az kell jól és olajozottan bejáratni, amink van. Most nekünk inkább ez a feladatunk, hogy azokat a folyamatokban jelentkezett kis réseket, amelyek nehezítik a mindennapokat, kommunikációs, nyilvántartási, adminisztrációs, stb. Réseket betömködni, és minél profibbá tenni az egész működésünket. Szerintem nekünk a következő 2-3 évünk erről fog szólni. 2-3 évre nézel előre, vagy nézel előre nagyobb távlatokba is, mondjuk 10-15? Semmiképpen. 2 a maximum, 2-3, 2 inkább azt gondolom, hogy mit bírok, az én teherbírásom mit diktál, vagy mennyit tesz lehetővé ez a talán legfontosabb, hiszen az egészet a hátamra vettem és viszem. Tovább nem látok. Nem is biztos, hogy jó látni tovább, és egy csomó kiszámíthatatlan körülmény jöhet bármikor, tehát felesleges is akarni látni. Lámháború, kibéreltük a holland szalont, és rá egy hónapra lett háború, és akkor nem lehetett visszatáncolni. 2+2 évre ki van bérelve a helyiség. Tehát azzal akkor valamit csinálni kell. Ugyanez volt annak idején a laborral, hogy elkezdtük, és rá egy hónapra bejelentették, hogy Covid van, maradjon mindenki otthon. És ott voltunk két, akkor még csak ketten voltak a laborban, de hát friss, szép új ropogós gépekkel, felszerelésekkel álltunk középen, hogy akkor most mi legyen. Most lehetett volna megint akkor visszatáncolni, de hát az meg nem, vagy azok nem mi lennénk, tehát nyilván próbáltunk ebből előnyt kovácsolni, de nem érdemes tovább akarni látni vagy tervezni, mert úgyis át fogja írni a valóság az egészet. Hogy tudsz, már az előző vendégemtől is megkérdeztem, mert pont ugyanezt éreztem korábban Zahár Gáboron, amit rajtad is érzek, hogy miközben minden szabadból kiderül, hogy mekkora súly és mekkora felelősség, tulajdonképpen mondhatom, hogy teher nyomja a válladat abban az értelemben, hogy nem csak magadért felelsz, a családodért felelsz, hanem nagyon sok ember megélhetéséért felelsz, meg felelsz azoknak az embereknek a jólétéért, akik oda mennek hozzátok, és bíznak abban, hogy amit a bőrükre kapnak, azzal nem okozol kárt, hanem pontosan hasznot hajtasz számukra. De ez nem látszik rajtad, mert kiegyensúlyozott vagy, mert harmonikus vagy, mert ragyogsz, mert megvan az előnyöm, hogy tudom, hogy hány éves vagy, de ez nem látszik rajtad, szóval, hogy ezt hogy csinálod? De édes vagy, hát először is köszi. Másodszorban pedig nem gondolok bele a nap minden percében, belegondolnék abba, hogy micsoda teher és felelősség, és hányan várják a micsodát tőlem, akkor belerokkannék. Ahogy a Gábornak is, ha jól tudom, vannak apró örömei az életben, amelyekbe kapaszkodva az életet élvezi. Például imádja a teákat, tudom, meg a pipáját. Úgy nekem is megvan a magam teája és pipája. Most például nagyon remek dalokat hallgattam az autóban idefelé jövet, és akkor ez engem már föl is töltött. Tehát az életnek az apró örömeit megtanulva élvezni, vagy hogyha észreveszed egyáltalán, megéled, akkor azok átsegítenek bármin. Egyrészt, másrészt hiszek magamban, hogy ha minden idegsejtemmel és minden percével az életemnek azt szolgálom, hogy az menjen az a valami, annál többet nem tudtam tenni. Ez a másik bizalom, amit magamba fektetek, hogy mindent megtettem, és ha ez sem elég, akkor kevés voltam, viszont hiszek abban, hogy nem lesz kevés. És akkor van egy harmadik hitem a kollégákban, a társakban és a családomban való bizalom, hogy nem véletlenül vannak ők ott, nem véletlenül hozta az ég hozzám, nekem, felénk, nekünk őket, és képesek lesznek a maguk területén megcsinálni azt a feladat mennyiséget, ami számukra kijelöltetett.
Ez is egy hit bennem, lehet, hogy csalfa hit, de jó benne hinni, mert engem felment a stressz alól, és ha megcsalatkozom, akkor nyilván akkor cserélni kell a játékosokat, ez sem kellemes, de benne van ebben a sztoriban. Úgyhogy szerintem ezek, amik éltetik az embert. Most nyilván azon kívül, hogy jönnek a kellemes, meg kedves visszajelzések, meg hát hálásak a vendégek, de nem igazán ez adja, ez kevés egy idő után, nagyon, nagyon sok, meg persze, de kevés ahhoz, hogy ne stresszelj, vagy ne szippancson be a stressz, ehhez több kell, az, hogy észrevett, hogy milyen jó, hogy most nincs leaszfaltozva itt az út például előttetek, és akkor nem, legalább nincs gyors hajtás esélye sem, és milyen gyönyörű, hogy magas a fű, mert akkor a méhecskék tudnak mézet csinálni, szóval, hogy ilyen marhaságokba szoktam belegondolni, és akkor az átsegít. De akkor egyáltalán nem tartasz te például a jövőtől? Nem, mert ami adatik, az adatik. És belegondolok időnként, hogy ez milyen szerencsések vagyunk, hát abban az 1-2%-ban vagyunk még mindig a Földön, akinek van mit enni, meleg fészke van, ahol alhat ágyikóban, és a legnagyobb problémánk, hogy piros vagy kék legyen még mindig a körömlak a körmünkön, bár egyikünknek sincs. Úgyhogy most ez probléma, de hogy kellemesek, ezek még mindig kellemes problémák. És ezt kell észrevenni, és ez egy nagy tanulsága a holland létnek, hogy amit problémának tekintünk sok esetben itthon azok, nem is azok. És nagyon sokszor relativizáljuk a problémákat, mert épp a kollégáddal beszéltem, hogy Olaszországban például, ha látunk omladozó falakat, vagy le nem burkolt utakat, akkor viccesnek, bájosnak, mókásnak és kellemesnek találjuk, míg itthon hőbörgünk emiatt. Miért? Tehát miért? Miért? Úgyhogy talán ez a fajta szemlélet ez sokkal stabilabbá vált bennem. Azelőtt én is hajlamos voltam marhaságokon örlődni. Ezt az életszakaszt kaptuk, ezt a történelmi periódust, ahogy már az előbb elmondtam, és ebből kell kihozni a maximumot, és elfogadni, ahogy van, vagy keresni máshol másféle problémákat. Nem fogunk olyan világot találni, ami ideális, egész biztos, bármerre megyünk a világban. Ugye a beszélgetésünk elején mondtad, hogy megtanultad azt, hogy tudj anya lenni, vagy hát nem is így fogom ezt, hogy megtanultad, de hogy anya voltál ott Hollandiában, hiszen egy csomó dolgot kaptak belőled a gyerekek. Most az a szemlélet, amiről most beszéltél, ezt a gyereknevelésben, hiszen különböző korúak a gyerekek, tehát nyilván a 10 éves meg a 10 év alatti máshogy kell kezelni, de hogy ebben például lettél tudatosabb? Tehát, hogy valahogy ezt a szemléletet, hogy ők is meglássák a jót, ők is odafigyeljenek, ők is vagy máshogy gondolkozzanak, és ne engedjék be azt a sok rosszat, ami körülvesz minket? Igen, abszolút hatott a feléjük való odafordulásomra is. Ahogy vannak, úgy jók. Ezt nem mondtam volna 2 évvel ezelőtt. Mert azt gondoltam, hogyha nagyon komoly szabályokat szabunk az elvárásaink köré, vagy bordereket építünk, és a világgal szemben és a gyerekekkel szemben, ha mindent le akarunk szabályozni, uralni akarunk, irányítani, kontroll alatt tartani, az a jó, mert az vezet valahova. Ezt én elengedtem az elmúlt 2 évben, mert annyira ki kellett radírozni a komfortzónánkat minden irányból, hogy rájöttem, hogy megélni, hagyni, szeretni, ahogy van, akkor is a hibás, bármi is, vagy bárki is, az a legtöbb, amit adhatsz neki, azáltal fog fejlődni, és nem azáltal, hogy te meg akarod határozni mindig azokat a sarokpontokat, amin belül kell neki lenni bármilyen szempontból. A gyerekek megtanítottak, meg az élet megtanított, mert addig nagyon szigorú szabályok szerint kellett a mindennapjaimat tervezni, hogy reggeltől estig el tudjak jutni A-ból B-be, de hát amikor kihúzzák, vagy kihúzod magad alól az addigi lakhelyedet, fészkedet, életkörülményeidet, feladataidat, emberi kapcsolódásaidat, teljes networkingedet, és áthelyezed magad a holdra, akkor el kell, hogy engedd azokat az addigi elveket, amik által éltél addig a percig, és teljesen új szemlélet kell, hogy megfogalmazódjon, hogy túlélj, mert egyébként nem tudsz túlélni. Ezt igyekszem megőrizni, mert úgy látom, hogy ez a gyerekeknek jobb, sokkal nyugodtabbak. Nincsenek mindig piszkálva, meg tudod irányítgatva, hogy mit csinálj, meg hogy csináld, hanem teszik a dolgukat,
tulajdonképpen tudják is. Ez is egy érdekes, hogyha beléjük fekteted a bizalmat, hogy képes vagy, meg tudod csinálni, és egyébként van annyi belátási képességed, meg józan eszed, akkor tényleg lesz. Tényleg lesz. Úgyhogy abszolút hatott, igen. És tudod ezt mondjuk vezetőként is? Tehát változott a vezetői szemléleted? Mert azért ott hozunk egy olyan szempontot, hogy hát nyilván ott is jó az, hogyha szabadságot adok a munkatársaimnak, mert akkor ki tudnak teljesedni. Na de a felelősség mégis nálam van, és ők, ha hibáznak, akkor nyilván a hibázás mértéke az nagyon súlyos károkat tud okozni. Hát ugye, amit az előbb mondtam, az gyakorlatilag az elfogadás, csak nagyon körülírva. Ugyanez az elfogadás jelen van a kollégák felé, és elfogadom a hülyék. Mert azt is megtanultuk Hollandiában, hogy jogunk van hülyének lenni, mindenkinek joga van hülyének lenni. Ha valaki vét a közlekedésben, nem dudálnak 62-t, látják, hogy nyomorultnak, van elég baja, azt se tudja, hogy merre van az előre, hagyják, hogy megtalálja az útját, ha dudálgatnának, meg szólnának neki, még nagyobb stresszben kellene döntést hoznia, és az még inkább lassítaná az egészet, tehát mindenki kivárja, hogy a nagyon hülye jöjjön rá, hogy mitől az, és hol hibázott. És a kollégáknál is, meg úgy a folyamatokban is azt látom, hogy végül is a hibának van respektje is van, azt hiszem, meg elfogadása, és olyan szempontból van respektje, hogy lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk valamiről, ami a működést tekintve hiba, és javítsuk ki azt, mert az, hogy valaki megtehette azt, hogy hibázik a valamiben, nyilván a rendszernek is hibája, hogy lehetőséget adott rá. Nem volt elég kontroll alatt az a valaki, vagy nem volt leszabályozva, vagy nem volt megbeszélve, vagy nem volt letisztázva, tehát valahogy az a hiba létre tudott jönni. És ez egy jó lehetőség arra, hogy beszéljünk róla. Most nyilván, hogyha valaki annyira balga, hogy nagyon, akkor nyilván cseréljük a játékosokat, de az elfogadás, a vegyünk egy levegőt, ha ne szívjuk rögtön merre, ha ne gondoljuk azt, hogy direkt csinált a gondolatkör, az már nincsen, hanem az van, hogy szállazzuk szét. Türelemmel tovább érünk a dologgal, mint hogyha indulatból meg agresszivitással fordulunk az adott munkavállalóhoz. Tehát segített abszolút. Igen, elfogadást hozott meg toleranciát. Összefoglalhatom ezt a beszélgetést most így a végén úgy, hogy igazából jobban vagy, mint 2 évvel ezelőtt voltál, mielőtt megértétek ezt a kalandot? Mindenképpen. Pihentebb vagyok mindenképpen, az elmondható, és annyi mindent tanultunk mindannyian magunkról és egymásról, amire soha nem lett volna módunk, hogy én hálás vagyok az elmúlt 2 évért, de azt is meg kell fogalmazni, és fel kell ismerni, hogyha ennek a periódusnak most vége van, egy másik kezdődik el, amikor is hasznosítani tudjuk mindazt, amire szert tettünk az elmúlt 2 évben, most ez következik. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen. Köszönöm.